Az igazat megvallva nem vagyok téli ember. A nyarat és a meleget kedvelem. Legkorábbi emlékem azonban mégis a télhez kapcsolódik. Apukám filmjében, a Szindbádban, ugyan még láthatatlanul, de már én is ott korcsolyázom édesanyám hasában. Isten vele, Szindbád! Mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt. Így vélekedett Jókai Móra hideg évszakról. Ám az egyáltalán nem mindegy, hogy miként várakozunk, hiszen a télnek is megvannak a maga szépségei, csak éppen meg kell találnunk őket. A mai adásban én nem csak a tél szépségeit fogom keresni, hanem minden bizonnyal az egyensúlyomat is, ugyanis műkorcsolyázni tanulok majd. Ezúttal ne kívánjanak nekem kéz- és lábtörést! Amikor a filmek a mencsváraink. Mi az oka, hogy télen jobban szeretünk otthon mozizni? Téli elfoglaltságból olimpiai sportág, a szánkózás története. Tolfosztás és fonó, télbúcsúztatás Hargita megyében. Koltai Bori kalantúrára indult, távol a nagyvárostól a Mátra-hegységben próbálja ki magát, egy nem is akármilyen fogadhajtójaként. Ja vagy. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a mediaclick.hu weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. A jégről mindenki tudja, hogy a jég víz halmazállapot változás az 0 fokon megy át, hiszen Celsius is így rögzítette a Celsiuskának az egyik pontját. És igazából azt kell tudni, hogy ez csak abban az esetben igaz, hogyha a légköri nyomással megegyező nyomással jön létre ez a folyamat. Vagyis, hogyha megnöveljük a nyomást, érdekes módon a jég olvadáspontja lecsökken. Tehát nagyobb nyomáson egyszerűen megolvad a víz. Megolvad és vízé válik, amikor a korcsolyának a talpát rátesszük, ráállunk, ott egy viszonylag nagyobb nyomás keletkezik, és a nagyobb nyomás hatására a jég és a korcsa között víz kerül, és ez lesz, ami a kenő képességével igen csúszósá tesz. Az nagyon fontos, hogy a korcsának ez az éle, amikor például irányt akarunk változtatni, vagy el akarunk indulni, vagy meg akarunk állni, akkor van nagyon nagy szerepe a korcsója élének. Most már, hogy neked köszönhetően ilyen rengeteget tudok a korcsolyázás fizikájáról, nincs más hátra, mint előre, kimegyek a jégre, ahol két fantasztikus tanárnő vár rám, úgyhogy szerintem gyere te is velem, Sebestyén Júlia, Európa-bajnok műkorcsolyázó, és Láng Júlcsi, az ön nagyon-nagyon-nagyon tehetséges tanítványa. A kéz. Igen. És akkor egy egyszerűvel kezdünk, lép, lép, és mondjuk egy lábon csúszás. Nagyon jó. Ennek a feladatnak az a neve, hogy halacska. Halacska. Oh. Nem is térbe, és oldalról húzod össze, próbáld összehúzni az órát. Gyere beljebb! Na még egyszer. Még egyszer. Miért nem tudtam? Nem vettem majd lendületet, told vagy? Meg, és húzd föl! Aha! Azaz! Hát a tietek azért valamivel szem. És előre tartsd a kezedet! Aha! Azaz! Használd a térded, és akkor azzal tudsz lendületet szerezni. Műkorcsolya egy nagyon összetett sportág. Ugye nem elég, hogy művészinek előadónak kell lenni, ugrani kell, atletikusnak kell lenni. Ugye itt minden irányba, előre, hátra is kell korcsolyázni. Úgyhogy nézzük meg, hogy hátrafele hogy megy. Megfordulsz. Igen. És megtolod magadat hátrafele. Azaz. Miben különbözik a műkorcsolyások koria? A műkorcsolyásoknak a cipőt speciális bőrből készítik, sokszor lábra is öntik, belül van egy műanyag réteg, és ez egy kulisszatitok, hogy mielőtt fölveszik, hajszárítóval szokták melegíteni, hogy ez a műanyag ráformálódjon a lábra. A lábadhoz. És hát egy ilyen korcsolyacipő, az betörése azért egy jó pár napba beletelik.
egy hét, két hét attól függ, hogy milyen keménységű. És a pengénk is speciális, és lehet látni, hogy nekünk kicsit különbözik a pengénk. Ez egy profi penge, de létezik egy könnyített változat, ami a Júlcsi lábán van. Tehát azért igyekeznek a technikát fejleszteni, hiszen nagyon gyorsan fejlődik a műkorcsolya. Ugye már négy fordulatosokat ugranak a lányok is, és a fiúk is, és ehhez próbálják a felszerelést is egy kicsit fejleszteni. Én még maradok egy kicsit itt a hidegben, önök viszont kuckózzanak be, hiszen a következő percekben annak járunk utána, hogy a téli időszakban milyen filmekre és milyen sorozatokra kattanunk rá a leginkább. Amióta Edison feltalálta a villanykörtét, úgy hosszabbítjuk meg a nappaljainkat, ahogy akarjuk. Ám a szervezetünket nem lehet becsapni. Testünk nem egyformán működik télen és nyáron. Ez meglátszik azon az ingerület átvívő anyagon, hírvívő molekulán is, amelynek a neve szerotonin. A boldogság szintünk aktuális alakulásának az egyik legjobb mutatója, és ez valóban mutat egy évszaki ingadozást, ahogyan a melatonin termelődésünk is, ami a regenerációért, a megújulásért felelős. A szerotonin szintünk az azzal állhat összefüggésben, hogy milyen mértékben ér bennünket napsütés. Alapvetően a szezonális zavarokat is azzal hozzák összefüggésbe, hogy a napsütéses órák száma hogyan alakul. Míg tavasszal, nyáron leginkább a szabadba vágyunk, addig ősszel és télen szeretünk inkább bekuckózni. A sorozatok reneszánszát éljük. Soha ennyi produkció nem készült a műfajban, mint mostanság. Ez egy nagyon markáns trend, hogy a sorozatoknak a népszerűsége lassan lekörözi a hagyományos filmipar termékeinek a népszerűségét. Fogyasztjuk is a sorozatokat bőségesen, a legváltozatosabb digitális eszközökön. Van, hogy csak háttérfilmezünk, például takarítás vagy sportolás közben, de egy igazi, puha, plétbe burkolózós, illatos teát kortyolgatós téli napon biztosan elmélyülten nézzük a kedvenc filmünket. A hideg idő és a sötétség ellenére jó kritikusan megvizsgálnunk, hány órát töltünk sorozatnézéssel. Ma már a digitális eszközök mutatják is a képernyő előtt eltöltött időnket. Ha a sorozatjavára döntünk egy baráti találkozó esetén, vagy netalántán munkavégzés helyett, akkor ott már felmerülhet a kérdés, hogy függőségről van-e szó, és érdemes lehet mérlegelni, hogy akár visszaszorítsuk, akár reflektáljunk arra, hogy miért is van szükségünk erre a fajta megküzdésre, vagy úgynevezett hobbira. A szakember azt mondja, a téli begubózott állapotunkban fontos lehet a mindennapi rutinunkba is beavatkozni. A mozgás és az egészséges táplálkozás mellett érdemes bevezetni a rendszeres naplóírást. Ez segíthet a napi történések, érzések feldolgozásában. Akár azt is leírhatjuk, hogyan hatott ránk az aktuális sorozatunk legújabb része, de még jobb, ha ezt a barátainkkal beszéljük meg. Társas kapcsolatainkat lényeges fenntartani lelki egészségünk megőrzéséért. Koltai Bori a Multiverzum korábbi adásaiban megismerkedett már a terápiás négylábúakkal, a rendőrkutyákkal, most pedig egyszer megy egy kutyafogattal. Hát, nem sokára kiderül, hogy én is elfáradok-e az edzés során, vagy csak a kutyák dolgoztatják meg az izmaikat. Annyi biztos, hogy kipróbálom ezt a Magyarországon ritka sportot, a kutyafogathajtást. Ő lesz az egyik vezérő, egy tanuló vezérkutya. Ennyire szeretjük egymást. Már ahogy halljuk is, izgatottak a kutyák, dolgozik az adrenalin. Tudják, hogy mi fog történni. És közben a kollégád már el is kezdte bekötni őket? Hát hámokat tesz fölül rájuk, meg a nyakörveket. Anakinak itt most köt be Robi, ő született vezérkutya. Hát a született vezér az annyira ritka, hogy 27 éve foglalkozom szemhúzókkal, és vele együtt összesen 3 született vezérkutyánk volt. Észre lehetett venni, hogy 4-5 hónapos korától, hogy az összes felnőtt kankutya is tisztelte. Tehát olyan kis ugárzása van, olyan a jelleme. Nem domináns túlságosan. Egy domináns kutya nem lehet vezérkutya, tehát a falka vezér, meg a vezérkutya az két különböző dolog. Igen. És milyen pozíciók vannak még? Ugye az irányítás az előről történik? Így van, természetesen. Hát előről, hátulról. És ugye én mondom a vezényszavakat a vezérkutyának. Mögötte a csapatnak a közepében általában az úgynevezett team dog van a csapatkutyák,
akik nagyon erősek, nagyon gyorsak, mindenben fogadják a vezérkutyának a döntéseit. A szánhoz legközelebb versenyeken nagytestű, általában kankutyák vannak bekötve, hogy a szánnak a hóban az oldalirányú becsúszásait jobban tudják korrigálni a nagytestű erőjüknek köszönhetően. Most ugye egy más járgányon ülünk, mint amivel te versenyeztél, hiszen az a hagyományos szán. Nem szenvedtetjük véletlenül se a kutyákat, emelkedőnek fölfelé mindig ezzel az elektromos motorral hangtalanul segítünk a kutyusoknak, viszont a pályának a 80%-án teljesen le van kapcsolva, mint most is látod, van, csak a féket kell taposni. Ehhez kell valamilyen engedély, vagy hogy van neked erre lehetőséged, hogy itt készülj? Természetesen kellenek hozzá engedélyek. Szerencsénk van, mert itt a főerdész Dudás Béla szokott nekem segíteni, hogy milyen edzőterületeket tudok használni. Ez nekem a felkészülésben ugye rendkívül sokat segít. Ezért a havas pályának a körülményeit azt mennyiben tudja imitálni, hozni ez a fajta felkészülésmód itt az erdőben? Szerencsés helyzetben vagyunk így itt is a Mátrával, mert igaz, hogy ha kocsival is tudunk menni, de elég gyakran tudunk hóban menni télen. Tehát a kutyáknak már elég az, hogyha a hóban csúszik a lábuk és megszokják ezt. Ha hegyvidéken tudok edzeni, ez előnyt jelent mindenképpen, mert a nemzetközi versenyek külföldön mindenhol hegyvidéki versenyek, és a mi kutyáink azt az előlétet szokják meg, ami a hegyi versenyzéshez szükséges. Hát az elmúlt 24 évben több mint 170 alkalommal látunk dobogón. Ez ugye egy állandó állomásotok, ahol mindig isznak a kutyusok. Ugye ebbe a vízbe ilyenkor már vitamin van neki belekeverve, hogy itt éjszaka mindenfelé vadak mászkálnak. És a kutyáknak, az agyának tulajdonképpen ilyenkor egy térkép is, mert minden nap más szagnyom van. Így valami, mintha minden nap egy új pályán lennének valamilyen szinten. Tehát annak én egy olyan vezérkutya, hogyha itt őzek, akármilyen vad elszaladna előttünk keresztbe a pályán, ő a pályán marad. A kutyáknak az, hogy rám tekintenek falkavezérként, egy olyan biztonságot ad, ugye én mindig mögöttök vagyok versenyeken, tehát a szánon, az edzőkocsin, és tudják, hogy ezáltal őket hátulról semmi nem fogja megtámadni, mert a falkavezér ott van mögöttük. Elkezdődött a téli olimpia, amelyben versenyszámként szerepel a szánkó is. Ebben a rendkívül látványos, ám cseppet sem veszélytelen sportban a szánkózók akár elérhetik a 145 km/órás sebességet is lesiklás közben. Ezt mutatjuk most be önöknek. Vitathatatlan tény, hogy a téli sportok egyik legnépszerűbb műfaja a szánkózás, gyerekek és felnőttek körében egyaránt. A 19. század végén a svájci Sankt Moritzból elindult sport népszerűsége mondhatni száguldott. Helyi és világversenyeket is rendeztek, a 66-os innsbrucki játékok óta pedig a szánkó kimaradhatatlan szereplője az olimpiáknak is. Az elit sport az előbb-utóbb specializálódik szánkó típusokra, például eleve extrém terhelésre, pályára, tehát a szánkó azért épített pályát igényel. Például olyat, amely a Tátra hegyei között Lomnicon hazánkban is épült a Trianont megelőző évtizedben. Ezt az első magyar bajnokság miatt építették ki. Abszolút modern pálya, davoszi és szentmoritzi minták alapján tervezték. Egy 10 kanyaros pályát építettek felvonóval, tehát ez óriási dolog volt, hogy már amikor a pálya megépült, ott volt a felvonó, tehát nem kellett fölhúzni a szánkót, vagy is fölmászni vissza a startvonalhoz. Hulai Imre a Sydneyben olimpiai aranyérmet szerző kenus pályafutása végén váltott vízről a hóra. Bár rajta szöges kesztyűvel történik, 3 újonc szögek vannak, és akkor tulajdonképpen leülsz, beteszed a lábadat a szánkónak a hajtott csőrébe, és akkor van egy ilyen fogantyú, és akkor azt meg kell rántani, meghajtod magad a lejtőn, ahányszor tudod, de ez nagyon nehéz, mert hogyha nem ülsz a szánkón egyenesen, hanem kicsit eldőlsz jobbra vagy balra, abban a pillanatban elmegy a szánkó.
Ez csupán a sport egyik veszélye a sok közül. Az adrenalin szinte együtt emelkedik a kilométer per óra mutatóval, míg általában egy meredekebb dombon való csúszás már száguldásnak számít a hétköznapokban, addig a profi sportolók körében a legalacsonyabb sebesség 120-130 km per óra, mintha folyamatosan az autópályán lennének. Vannak olyan kanyarok, hogy föl kell menni 6-7 méter magasra a kanyarba, és úgy lehet csak bevenni a kanyart, és ez mind 130 a leglassabb pálya, és 150 fölött van a leggyorsabb pálya. Nagyon sok fiatal most már extrém sporták felé mennek, mind a nyáriban, mind a télében. Én úgy látom, hogy a mai fiatalok igazából ezt szeretik, amit igazából, és igazuk is van, élvezni lehet. Most pedig visszatérünk Koltai Borihoz, aki azóta is 14 lábúval és nagy sebességgel kirándul a Mátrában. A számhúzó kutyáknál nincsen semmilyen kényszerítő eszköz, ugyebár mi csak a dicsérettel manipuláljuk a kutyákat, úgymond. És hát alapvetően ez nekik szórakozás, hiszen hatalmas a mozgásigényük, és alig várják már, hát hogy látjátok, elkezdődjön. Egy picit megállunk, ők már rögtön hisztiznek, hogy menjünk tovább. Ez a jó. Most mit mondtál? Ez a jó. Ez a jó? Csak ugye hadarom. Beszéljünk egy picit a kutyafogathajtásnak a történetéről. Ugye most ez egy sportág, de hát régen közlekedési eszköz volt. Igen, hát ez úgy alakult ki, ugyebár, hogy az eszkimók tenyésztették ki a számhúzó kutyákat, vadászati szállítási célokra használták őket. Aztán, amikor aranyláz idején megjelentek ugye az európai emberek Észak-Amerikába, ott kezdtek először számhúzó kutyás versenyeket rendezni, ugyebár a unatkozó aranyások, akik ott voltak, azt gondolták ugye, hogy a nagy testű kutya az a jó húzó kutya, és hát ennek ellentmondott az, amikor Szibériából prémkereskedők átvitték az első haszki fogatokat Alaszkába, és hát ők nyertek. Még nagyon sok mindent kérdeznék, de most ez az a pont, ahol átviszem a helyedet. Igen. Jól legyen. Itt annyit kéne mindent csinálni majd. Mindent meg, légy szíves. Igen. A legfontosabb ez a fék. Jó. Okay. De majd érezni fogod a terek viszonyokat, elég szélesek a kerekek, és itt nincsen szervó, mert ennek kell markolni a kormány, de azért lehet kormányozni. Jó lesz ez, fékezzél többet egy kicsit, lassabban menjünk egy kicsit. A sarkodat tedd már le a földre, úgy, és úgy fékezzél, hogy jobban érzed? Talán jó igen. Vagy, nagyon jó vagy, jó vagy. Kicsit kijebb megyünk, és most tekerd a kormányt. Igen, most tekerd a kormányt. Jó, így, ez teljesen. Most engedd fel a féket egy kicsit, kormány ne engedd el. Kormány soha ne engedd el, most is feltettem a kezed. Engedd fel a féket, engedd, ne a kormányt. No, igen. Most elégette a kormányt. Na jó, most már álljunk, meg innen majd átveszem. Ügyes vagy, jó lapot? Ügyesen! Gondold el, hogy 550 kiló önmagába, és taposom még a féket. Brutális, hogy milyen erejük van. Hú, hát ez nem volt semmi. Emiatt az élményt miatt szereted a legjobban ezt a sportot, ahogy itt száguldottunk le a lejtőn? Aha, igen. Száguldozni egy olyan versenypályán, ahol nem tudod, hogy a következő kanyar után mi jön, és ott száguldozol végig, és belemész olyan sebességgel. Hát erre szokták azt mondani, hogy aki fékez nem nyer, mi nyerni szoktunk elég sokat. Igen. Meg hát meg is tapasztalhattad, mert hát Magyarországon nem sokan vannak, akik 10 kutyával próbálták ki kutyafogathajtást elsőnek, sőt, olyat is elmondanék, hogy a nagyon versenyző Magyarországon még nem is hajtott 10 kutyás fogatot. Így elsőnek nagyon jól ment neked. Hát örökérmény marad. Ezt tudod gratulálni, hogy tényleg jól ment. Köszönöm csak szépen. A blokkikat leszámítva, hogy ezt kivágjuk így a végeredményből. És akkor most jön a jutalom, húsit kapnak a kutyák. Kapnak egy kis kacsacom. Na, abban még segítek neked. Most nézzünk egy következőt, egy kicsi forgás. Ezt is térdből indítjuk.
a hátsó kezed, jobb kezeddel tudod segíteni a forgatást. Még egyszer megnézhetem? Igen. Aha. Tehát itt semmi más nem csinálsz, csak kiteszed az egyik lábadat. És ezt forgatod. Igen, jó kézzel. Próbáld meg, hogy csak a kezeddel forgatod először magadat. Azaz. Úgy. Igen. És megfújt. Hopp. És zárd be a kezedet, hiszen az ugrásokat majd be kell zárnunk. Úgy. Hát egy negyed fordulatom már van, remek. Amikor a piruettet csinálja a mikortyás, akkor ugye két állapotot kell megkülönböztetni, amikor nagyon gyorsan forog az ember. Ilyenkor az kell, hogy a tehetetlenségi nyomatéka legyen kicsi. Ez fizikus nyelvre lefordítva az, hogy e körül a tengelykönyv forgunk, és minél közelebb kell hozni minden testrészünket. Az ember így berakja a kezét, az azt jelenti, hogy a tehetetlenségi nyomatéka kicsi lesz. Amikor a forgásból meg akar állni, akkor kinyitja a kezét, a lábát is, és abban a pillanatban a tehetetlenségi nyomatéka nagyobb lesz, fordulatszáma lecsökken, és könnyű megállítani. Ugye a forgások alapjait már átvettük, akkor nézzük az ugrások alapjait. Igen. Két lábon csúszol, és egy picit megpróbálsz felugrani. Aha. Tartsd a kezed, mindenképpen előbb maradj, hogy ne esse hanyag. Ugrik, és hopp, két lába. Hopp, azaz. Bemutattatok egy-egy rövid kis gyakorlatot, ami azonban ahhoz éppen elegendő volt, hogy én tátott szájjal figyeljelek benneteket. Nyilván ez már a profi szinthez mennyi idő kell? Nagyon korán, 2-3 éves korban célszerű elkezdeni, és hát egy-egy szimpla, dupla, tripla kigyakorlását az 5-10 év is akár, és nagyon türelmesnek kell lenni, mert például amikor egy duplából tovább szeretnének lépni egy dupla axelra vagy egy triplára, akkor bizony 1-2 évet keményen kell gyakorolni, naponta több százat esnek, mire megtanulják, megérzik, és utána sikeresen végrehajtják. Én még emlékszem, hogy amikor gyerekkoromban néztük a műkorcsolya világbajnokságokat, akkor milyen hatalmas dolog volt, hogy valaki először ugrott 3-at. Nektek mi az, amire vágytok? Tehát amit szeretnétek elérni, ami egy ilyen célkitűzés? Nekem egy fő célom az mindenképpen az, hogy az első magyar nő szeretnék lenni, aki 4 fordulatost ugrik, úgyhogy már edzésen gyakorlom. Úgy legyen. Ahhoz, hogy műkorcsolyázó legyek, még egy kicsit gyakorolnom kell. Mielőtt azonban elköszönnék, búcsúztassuk a teret, és várjuk együtt a tavaszt. Így adtuk tovább, adtuk, hogy hol van, hogy elkapja, hogy felvegye. A régi fonók hagyományos játékait mutatja Mihályko Ilona a székelyföldi Máré falván. Ilona néni lánykorában Vízkeresztől egészen a Farsang végéig minden este fonóba jártak. Ez a közösségi lét adta az értékét a téli napoknak. Ezt így harongszó után lejárt a vacsora, vettük a guzsajot, mentünk. És akkor aztán úgy egy kicsit későbben a legények jöttek, mentek az úton, hogy hol van fonó, mert aztán szélre is jártunk egymáshoz. Na, és akkor ugye ők már tudták, és ügyesen egy kicsit külön énekültek, és hogy halljuk, és mézigemben, hogy ők ezt hallják, hogy oda jöjjenek. A fonóba járó lányok ilyenkor nem csak fontak, de fedőztek, szarkatáncot jártak, no meg zálogoztak az odaérkező fiúkkal. Bejöttek, ez is egy kicsi olyan kacérkodás volt, hogy néztük, ők is nézték, hogy ki mellé ülnének le. Mi is vizsgáltuk a helyet, ha olyan jött arra felé, na ez hamar üljön mellé, ez vele jár. Ez a guzsaj, de később már fonókerékkel fontak. Tehát amikor én fiatal leányka voltam, akkor édesanyám is fonókerékkel font. Lőrinc Zsuzsánna maga is érte még a tolfosztók és fonók korát, de leginkább a szülei korosztálya járt a fonóba. Ezeknek a fonóknak a végén, a farsang végén mindig bál volt. A bál alkalmával is különböző szertartások voltak, tehát ahol például valamelyik fonócsoportból valaki nem jött el a bálba, akkor elmentek és ellopták. Ugyanakkor a szapulásra és a nagy mosásokra is télen jutott idő a székelyföldi falvakban, dörzsölő masinával és súlyokkal a patakban.
A farsang végét jelző húshagyó keddi bált pedig máig tartják számos székelyföldi faluban. Nyikómalom falván például seprűs tánccal seprik ki a bálozókat, és velük együtt a telet a helyi kultúrházból, hogy kezdetét vehesse a nagybőjti időszak. De nem múlhatott el a tél a farsang és a telet jelképező szalmabábú íj és elbúcsúztatása nélkül sem számos erdélyi faluban. Az alsósófalvi hagyomány szerint a falustársak hambazó szerdán hangos gyászszertartással búcsúztatják a mulatozást igencsak kedvelő íjést, ugyanakkor nagy mulatságot csapnak. A méltó búcsúztatást követően pedig íjést elégetik, a telet eltemetik, s a 40 napos bőjt előtt még egy utolsót mulatnak. Ez volt már a multiverzum, de tudják, a határa csillagos ég, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Következő adásunkban megnézzük, hogyan működik a fizika a cirkusz világában, a surlódástól egészen a perdület megmaradásig. Találkozzunk tehát a jövő héten is ugyanebben az időben itt az M5-ön, addig pedig kövessenek minket a mediaclick.hu oldalon. Multiverzum, a tudomány határtalan.